Jó estét kívánok, kedves nézőink, a sporthíradót látják. Egy újabb szakmai fórum helyszíne volt a Malomtószéli Sportcentrum. Ezúttal az egyéni képzés kapta a központi szerepet. Újabb szakmai fórum helyszíne lehetett a Zsengellér Gyula Sportcentrum. Most az egyéni képzés kapta a központi szerepet. A futball szakosztálynak természetesen kiemelt célja, minél több gyermeket bevonzani az utánpótlás képzésbe. Minél többen vannak, annál nagyobb a merítés, és annál nagyobb eséllyel találnak kimagaslóan tehetséges vagy ügyes ifjú focistákat. De ez csak az első része a munkának, mondta a Ceglédi Körzetközpont utánpótlás szakmai vezetője Széchenyi Márton. Ezután jöhet és kap nagy szerepet az egyéni képzés. Az egyéni képzés pedig pontosan a minőségi képzésről szól, amikor az egyén egyedi szükségleteit tudjuk fejleszteni, először nyilvánvalóan felmérni, aztán fejleszteni. Éppen ezért a harmadik szakmai napra olyan neves előadókat hívtunk meg, mint a Kelemen Football Training-től Kelemen Bálintot, illetve Helm Andrást, akinek már több mint 15 éves tapasztalata van az egyéni képzést illetően. Így Szegléden a nyáron gondolták újra a szakmai képzés alapjait, nem sokkal később elindult az egyéni képzés. Így természetesen még gyerekcipőben jár, ezért is volt fontos ez a szakmai nap is, és az ott elhangzott információk. Például Kelemen Bálintól, aki a labdarúgók egyéni képzésével és csoportos foglalkozásával kapcsolatos hollandiai tapasztalatait mutatta be, és azt is elmondta, miért kiemelten fontos ez a fajta képzés. Az egyéni képzés azért manapság rendkívül fontos témakör az utánpótlásban, hiszen ezek a technikai alapok és ezek gyakorlása hozza meg majd azt a gyerekekben, amitől kitűnnek majd a tömegből, és kitűnnek az átlagból. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket utánpótlásban beszéljünk bármilyen klubról, akár akadémiáról, akár tehetségközpont vagy körzetközpontról, mindenféleképpen fejleszteni kell és hangsúlyozni kell a heti programban. Kelemen Bálint elmondta, minden játékosnak egyéni szükségletei vannak, más a hiányossága, más az erőssége. Ezt egy edzőnek észre kell vennie, és azokat az elemeket kell gyakoroltatni, amivel és amiben fejleszteni szeretnék. Először tehát kell az edző, aki észreveszi mindezt, és utána jöhet csak az egyéni képzés. Döntetlent játszott a Hépceglét férfi kézilabda csapat a Gyöngyös otthonában a szezon első ligakupa meccsén. A mérkőzés kiváló alkalmat nyújtott a saját nevelésű fiatal játékosok bemutatkozására. Pangi Barnabás megszerezte első felnőtt gólját hivatalos meccsen. A szezon első férfi kézilabda liga kupa B csoport mérkőzésére az NV1-es Gyöngyös otthonába utazott a Hépcegléd, ahol döntetlent játszott a házigazdával. Az eredmény Gyöngyös Cegléd 26-26. A Ferencváros ellen játszott a Ceglédi Kékcápák női csapata az NB2 hetedik fordulójában. A meccs 25-25-ös eredménnyel zárult. Az IFIKA 100 Halombattával mérkőztek, a meccs vége 33-27 lett az ellenfél javára. A serdülők az FTC játékosai ellen 41-38-ra kaptak ki. Országos U19-es ezüst asztali tenisz ranglista versenyt rendeztek Budapesten az Ormai csarnokban. U17-es lánypárosban második lett Ungureán Dorka és Szilágyi Lívia. U19 lánypárosban első Csor Laura és Trungel Mirella. A fiúknál második lett Tótin Kristóf és Sán Saonyi, és Kristóf egy egyéni harmadik helyet is szerzett. A Honvéd MFA utánpótlás központban tartották szombaton a labdarúgó MB3 következő mérkőzését, ahol az eredmény Honvéd 2 Cegléd vs 3-0. Győr adott otthont a judó ifjúsági Európa kupának, ahol Vég Luca és Eichmüller Gergő eddigi pályafutása legnagyobb sikereként hozta el az aranyérmet. Első lett az 54 kg-os ifi fekvenyomó Szebenyi Gergő a 42. Silver Bar parafekvenyomó kupán Lengyelországban. Gergő a ceglédi Belme Péter erőemelő SS sportolója. A sporthíradó végére értünk, a hosszabbítás következik, amelyben Velkei G. Mátyás ma esti vendége Ványi Zsolt, a Ceglédi Vasutasport Egyesület labdarúgó szakosztályvezetője. Köszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!